Elfogadták az önkormányzat idei háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, s az önkormányzat jövő évi költségvetési koncepcióját Pápaváros képviselőtestülete november 14-i ülésén. Ugyancsak jóváhagyták az Egyesített Szociális Intézmények és az Egészségügyi Alapellátási Intézet tevékenységéről szóló beszámolót. Döntöttek arról is, hogy a város mely területeit nem lehet életvitelszerűen használni, és zárt ülésen a Pápai Termálvíz Hasznosító ZRT gazdasági ügyei is napirenden voltak. Közmeghallgatás keretében a Tapolcapatak revitalizációjáról is tárgyaltak. Az önkormányzat idei háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóból kitűnik, hogy a talajterhelési díj beszedésében elmaradás van. A követelések csak egyharmad részben teljesültek. A talajterhelési díj azokat terheli, akik nem kötöttek rá a városi szennyvíz csatorna hálózatra. A nem teljesítőkkel szemben az adóbehajtás eszközei alkalmazhatóak. Álláspontom szerint az, aki semmilyen együttműködésre nem hajlandó és következetesen normaszegő magatartást követel, az ebből előnyöket nem kovácsolhat. Tehát különösen méltánytalan lenne azokkal szemben, akik vállalták ennek a megfizetését, illetve vállalták azt, hogy rákötnek a szennyvíz csatorna rendszerre. A képviselő testületi ülést követő sajtótájékoztatón Pápa polgármestere azt is elmondta, a kormány által átvállalt önkormányzati adósságok jelentősen javítanak a város költségvetési helyzetén. Az adósság konszolidáció ugyanakkor a jövő évi költségvetési koncepcióban még nem jelenik meg. Az előterjesztést ugyanis a kormány döntést megelőzően állították össze. A város 1,7 milliárd forintot meghaladó tőketartozástól szabadul meg, és ezzel együtt a jövő évre nézve több mint 100 millió forintos adósságszolgálati kötelezettségtől is, amiről elmondtuk már egy sajtótájékoztatón, hogy azért ez a mozgásterünket bővíti. A képviselők határoztak arról, hogy pápai közterületeket hol nem lehet életvitelszerűen használni. A behatárolás így szól. A szabályozási terv szerint értelmezett belváros területén, ami mondjuk a Csók, a Törökbálint utca, a Bástya és a buszpályaudvar közötti területtel írható nagyjából le, illetve a vasútállomás környéki közterületeken tiltja az életvitelszerű és szankcionálja az életvitelszerű tartózkodást. A vita során elhangzott az, hogy egyébként a város szociális ellátórendszere alkalmas a hajléktalanok vagy a hajléktalanná váló személyek fogadására, az élethelyzetük kezelésére, sőt, együttműködés esetén még ebből az állapotból való kilépéshez is tud segítséget nyújtani. És az is, hogy az életvitelszerű közterületen való tartózkodás, illetve a botrányos viselkedés nem feltétlenül a hajléktalanokhoz köthető. Több alkalommal inkább olyan pápaiakhoz, akik ingatlan tulajdonnal is, egyébként még akár rendszeres jövedelemmel is rendelkeznek, csak nem képesek betartani az együttélési normákat. A képviselőtestület véleményezte és jóváhagyta az általános iskolai beiskolázási körzeteket, és a főtér 17 szám alatti volt dohánybolti ingatlant értékesítésre jelölte ki. Zárt ülésen volt szó arról, hogy a Pápai Termálvíz Hasznosító ZRT folyószámla hiteléért kezességet vállal az önkormányzat, illetve arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel olyan tárgyalásokat kezdenek, amelyek eredményeként a Várkertfürdő teljes, azaz uszodával együttes működése 2014 elejére biztosított legyen. Az MNV ZRT-vel mi azt kívánjuk felvetni, hogy a fürdő folyószámla hitelei mögötti készüzető kezességet ne csak az egyik tulajdonos, az önkormányzat vállalja, hanem vállalja valamennyi tulajdonos egyetemlegesen. Tehát az MNV ZRT, a Pápai Ingatlanfejlesztő Kft., ugyannek is van egy pici tulajdonrésze, és a Pápai önkormányzat. Az Erste Banknál pedig a folyószámla hitelkeret további fenntartásáról, a mögöttes kötelezettségvállalásról kívánunk elsősorban tárgyalni, de felkívánjuk vetni például a devizahitel forintosításának a lehetőségét is. Ezek összességükben egyébként könnyebbséget jelentenének a fürdő számára az éves üzleti terv összeállításakor.
A képviselőtestületi ülés részeként közmeghallgatás keretében volt szó a Tapolcapatak revitalizációjáról. A projekt első ütemében medertisztítást végeztek, a vízfolyamot a tervek szerint a Horgasér, Öreghegyi meder, Bakonyér vonalon vezetnék el, tehát nem a régi nyomvonal újraélesztéséről van szó, hiszen annak egyes szakaszait beépítették vagy közművesítették. A beruházással biztosított lesz a Malomkert lakópark vízelvezetése, illetve az Edvi Malom vízellátása. A Tapolca forrásvidékét a jelenlegi, a helyiek által rendezett formában hagyják. Természetesen a Tapolca főjöknek a legnagyobb szívügye a Tapolca patak, mivel hogy már önerőből a Tapolca fő egyesület elkezdte egy tanösvény kialakítását mellette, de mi a víz első visszabudjanása óta mindent megpróbálunk tenni azért, hogy a teljes Tapolca patak, vagy legalábbis ami még nyomon követhet annak a szakasznak a felújítása megtörténjen. A beruházás kivitelezéséhez szükséges dokumentációk a belügyminisztérium jóváhagyására várnak. A BM támogatására azért is szükség van, mert a projektet közmunkaprogram keretében kívánja megvalósítani a Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság. Kövér László, a Magyarország gyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke volt a vendége a Pápai Polgári Kör november 13-ai összejövetelének. A rendezvényre zsúfolásig megtelt az ipartestületi székház nagyterme, a politikus előadását követően pedig beszélgetéssé alakult az összejövetel. Kövér László, aki maga is tagja a Pápai Polgári Körnek, minden évben meghívottja a civil közösségnek, s minden alkalommal aktuális politikai témákról és az ország helyzetéről ad tájékoztatást a hallgatóságnak. Ezúttal az elmúlt 3,5 évet összegezte, hiszen, mint mondta, 5 hónappal a választások legkorábban kiírható időpontja előtt arról kell beszélni, hogy mit végzett a Fidesz kormányon, és mit kell még elvégezni a következő hónapokban. Ha nem felejtjük el azt, hogy honnan indultunk, a szakadék széléről kellett visszarántani az országot, a szószoros értelmében egy mindenre kiterjedő és nagyon mély válság közepén vettük át a kormányzást. Tehát, hogyha ezt nem felejtjük el, hanem ehhez viszonyítjuk, akkor azt gondolom, ez az a jelszó, amit elmondott, amit a Fidesz és a kormány használ, hogy Magyarország jobban teljesít, az nem vitatható el. Hogyha cizelláltabban nézzük, akkor sem vitatható el. Tehát én azt is mondhatnám, hogy 2010-ben, amikor a választásokat megnyertük és átvettük a kormányzást, és amikor Orbán Viktor miniszterelnök jelölt, akkor még csak jelölt, úgy fogalmazott, hogy ez élete legnehezebb kihívása, amivel szembe kell néznie. Ez nem egy levegőbe pufogtatott frázis volt, hanem valóban nem volt megírva az, hogy okvetlenül sikerre vagyunk ítéltve. És hogyha még ehhez hozzáteszünk azokat a nemzetközi körülményeket, támadásokat, amelyekkel az elmúlt fél évet nem számítva folyamatosan szembesülnünk kellett, akkor én azt gondolom, hogy kisebb fajta csodát vittünk végbe. Mindez azonban nem csak a 2010-ben alakult kormánynak, hanem az egész ország lakosságának érdeme, hangsúlyozta. Nem a kormány kevesebb, mint 10 tagja, vagy az államtitkárokat idevéve néhány tucat tagja, még csak nem is a 263 fideszes KDNP-s parlamenti képviselő, hanem együtt 10 milliónyian az ország, ki a maga részét hozzátette, aki dolgozott akár az államigazgatásban, akár pedig a gazdaságban, oktatásban, egészségügyben, és ezzel vitte a hátán az országot, az azzal, aki idézőjelbe téve csak békesen tűrte azt, amit a sors támért az elmúlt 3,5 évben is, tehát a néha kellemetlen, kényelmetlen intézkedéseknek alanyaként is megértette azt, hogy mire miért van szükség, az pedig azzal tette hozzá a magáét, és mindenkinek köszönet jár érte. Az elmúlt időszak azon intézkedéseiről, melyek a lakosság és az önkormányzatok anyagi terheit igyekeztek csökkenteni, úgy fogalmazott. Most jött el ezek megvalósításának lehetősége. Én azt gondolom, hogy aki látja a számokat, és figyelhet az elmúlt 3,5 évben, hogy mi történt az országban, összeveti a korábbi számokkal, az láthatja, hogy most egyszerűen mostanra értek be azok az intézkedések, azok az erőfeszítések, amelyek azt a célt szolgálták, hogy Magyarországot egy mélyen pénzügyi gazdasági válságban lévő országból, ezen országok sorából kiemelve is, mint egy emelkedő pályán mozgó országá alakítsuk át. És
ez a költségvetés az, amelyikbe ez belefér. Tehát a korábbiakban egész egyszerűen nem fér bele, hiszen az Európai Unió túlzott deficit eljárás alá vont bennünket tulajdonképpen az Európai Uniós csatlakozásunk pillanatában. Egészen egyszerűen azért, mert az előírt 3%-os államháztartási hiányt nem tudtuk tartani, ennél mindig többet költöttünk, és ezt a többletet természetesen mindig hitelből fedeztük. És 2010-ben velünk az újonnan felállt kormánnyal közölte, hogy elfogyott a türelem, addig Gyurcsány Ferencnek, meg Bajnai Gordonnak, Megyesi Péternek ezt eltűrte, de immáron nekünk ezt nem hajlandó, és tulajdonképpen innentől voltunk kénytelenek egy olyan gazdaságpolitikai és adórendszert átalakító politikára áttérni, aminek meglett az a gyümölcse, hogy immáron stabilan a saját lábunkon tudunk megállni. Az IMF hiteleket visszafizettük, nem vagyunk rászorulva semmilyen nemzetközi segélycsomagra. Ezt jó néhány európai ország nem mondhatja el magáról. Mind a mai napig folyamatosan küzd, és nem csak a sokat emlegetett dél-európai országok vagy Írország, hanem a szomszédunkban, a környezetünkben is van egy-két olyan ország, amelyiknek előttünk álló néhány hónapban nagyobb nehézségekkel kell majd megküzdeni, mint Magyarországnak, és ez a stabilitás, amit elértünk, ez lehetővé teszi azt, hogy tovább könnyítsünk az emberek terhein. Az elmúlt 3,5 év is egyébként ennek a jegyében telt el, lehet, hogy ezt kevésbé érzékelték az emberek, azért, mert idézőbe téve csak kevesebb teher hárult rájuk, mint ami hárulhatott volna azáltal, hogy a közterviselésbe bevontuk a bankokat, a multinacionális cégeket is. Most végre elérkeztünk oda, hogy ez konkrét jövedelem növekedésben is, még ha szerény mértékűben is, de minden esetre biztató jövedelem növekedésben is tetten érhető és mérhető lesz. A 2014-es választásokról szólva azt mondta a Fidesz országos választmányának elnöke, zajlanak az előkészületek és a szervezeti állapotaik rendben vannak. Az egyéni jelöltjeink megvannak, éppen pártelnök úr most konzultál folyamatosan nap mint nap ezekkel a jelöltekkel, megbeszélendő nyilvánvalóan azt, hogy választókerületi elnökként mit végeztek az elmúlt hónapokban, hiszen ne felejtsük el, hogy a 2014-es választások óta eltelt időszakban a választójogi törvény reformjával átalakult Magyarország politikai térképe, azaz nem ugyanazok a választókerületek vannak, vagy lesznek 2014-ben, mint eddig voltak. Így tehát olyan képviselőink, akik eddig képviselők voltak, most olyan területekre is el kell, hogy kalandozzanak, és ott is munkát kell, hogy végezzenek a kampányban, ahol eddig más képviselőtársuk dolgozott. Tehát ennek a munkának a felmérése zajlik. A listaállítással mi nem akarunk kapkodni, ez majd a tavasznak lesz az elvégzendő feladata. Amúgy pedig a szervezeti állapotaink, jelentem minden szimpatizástak és minden ellenfelünknek, azok rendben vannak, tehát ha holnap lennének választások, mi arra is készen állnánk. A politikus 2014 tavaszán a legrosszabbra számít a kampány stílusát illetően. 2002 egy olyan morális és lelki mélypont volt sokak számára, az a gyalázatos fekete kampány, ami Ron Werber nevéhez, meg Gyurcsány Ferenc nevéhez kötődik elsősorban, amiről akkor azt gondoltuk, hogy nem jöhet rosszabb. Hát azóta kicsit bölcsebbek és okosabbak lettünk a bajai videó hamisítási botrány után, most már nem gondolom azt, hogy van olyan mélység, amit a baloldali ellenzék alul ne tudna múlni. Mégis azt gondolom, vagy azt remélem pontosabban, hogy a józan mértéktartás mégiscsak valamilyen módon korlátozza majd őket, meg ennek a hamisítási botránynak a kudarca, az, hogy ebből végül is ők jöttek ki vesztesként, nem az a Fidesz, amelyiket szerettek volna hamis színben fentültetni. Tehát remélem, hogy ez egy kicsit óvatosabbá teszi őket. Persze, hogyha egy Gyurcsány Ferenc, hogy mondjam, nyomásgyakorlása, céltér, hogyha Gyurcsány Ferenc vélt vagy valós nagyságú szavazó bázisának a kedvéért hajlandók ezzel az emberrel versenybe szállni, hogy ki tud gyalázatosabb kampányt folytatni a kormány ellen, akkor ezek a várakozásaim teljesen illúzió lesznek, de én mégis bízom benne, hogy mind az MSZP, mind a demokratikus koalíció az képes lesz legalább egy minimális mértéktartásra. Kövér László az országgyűlés elnökeként végzett munkájával kapcsolatban úgy fogalmazott, elképzelései csak részben valósultak meg. Nem érzem teljesen sikerestek a törekvéseimet, hiszen csak annyi valósult meg ebből, hogy a képviselők parlamentben nem való magatartását sikerült szankcionálni, illetve sikerült egy olyan törvényi meg házszabályi rendszert kialakítani, amiben legalább szankcionálhatók ezek a
néha másokat durván sértő, néha meg egyszerűen az országgyűlés törvényalkotási munkáját veszélyeztető vagy ellehetetlenítő akciókísérletek. De sajnos úgy látom, hogy ezzel sem sikerült teljesen elejét venni az ilyen jellegű akcióknak, mert az ellenzék ma azáltal, hogy nagyon kevés parlamenti képviselője van a választók jóvoltából, meg azáltal, hogy a támogatottsága sem olyan mértékű, hogy magabiztosan, higgadtan politizálhatna, ezért ma is arra ragadhatja magát néha, hogy olyan akciókkal próbálja meg felhívni magára a figyelmet, ami egész egyszerűen nem való a parlamentbe, és hogy nem való a parlamentbe, azt nem csak az bizonyítja, hogy én ezt állítom, hanem az is bizonyítja, hogy 20 éven keresztül, noha nem voltak akkor sem különösebben, hogy mondjam, visszafogott és higgadt viták a parlamentben, de a szemben álló felek nem használtak olyan eszközöket 20 éven keresztül balról vagy jobbról, mint amilyeneket ma baloldali meg jobboldali ellenzéki politikusok használnak. Ezen a téren van még mit tenni, de elsősorban a választóknak kellene ezeket a politikusokat szankcionálni azzal, hogy a 2014-es tavaszi választásokon azt mondják, köszönjük, ezekből nem kérünk, emelte ki az országgyűlés elnöke a pápai polgári kör összejövetelén. Újjá alakult a KDNP pápai szervezete, az elnök Hauber Károly lett, az elnökség 3 tagú. A keresztény értékek mentén politizálnak, szövetségben más hasonló értékrendet való politikai erőkkel, így a Fidesszel, hangzott el az újjáalakulást követő sajtótájékoztatón. A kereszténydemokrata néppárt pápán 2012-ig működött, az akkori elnök távozott posztjáról, a lecsökkent létszámú tagság pedig az alapszabályban előírtak alapján a Veszprémi szervezethez csatlakozott. Országos és helyi ügyekről szólt a kereszténydemokrata néppárt pápai szervezetének sajtótájékoztatója november 7-én. A párt országos szóvivője a frissen nyilvánosságra hozott inflációs rátát, a 0,9%-ot történelminek minősítette. Az a 0,9%-os inflációs mutató, amelyik október hónapra vonatkozva, ugye egy év távlatában, a pénzromlást, az szinte már nem is érzékeltő pénzromlást jelzi, annak egy sokkal fontosabb lefordítása az az emberek nyelvére, hogy a pénzük több mint 4%-kal ér többet. Tehát az az átlagos bérnövekedés, amelyik a KSH adatai szerint a vállalkozói szférában és a közalkalmazotti szférában együttesen valósult meg, és egy ilyen 5,2-5,3-as átlagot ad ki, az ebből leszámolva a kb. 1%-os inflációt azt jelenti, hogy átlagban 4%-kal többet ér mindenkinek a pénze, mint ért egy évvel korábban. Ez egy óriási eredmény, ilyen eredményt Európában sehol nem tudnak felmutatni, sehol. Magyarországon legutóbb 1974. februárjában volt hasonlóan alacsony az infláció, akkor 0,6%-ban állapították meg. Pálfi István azt mondta, az elkövetkezőkben azzal számolnak, hogy a pénzromlás mértéke tovább csökken. Ugye ebben még nincsen benne a rezsicsökkentés második ütemének november 1-től megvalósuló hatása, továbbá nincsen benne a további pénzügyi rezsicsökkentésnek a majd februártól megvalósuló hatása, tehát joggal számíthatunk arra, hogy ez a rekordmértékű, történelmi távlatból is rekordszintű, és európai dimenzióban is rekordértékű infláció, ez tovább csökken, és 0,5% közé kerül a negyedik negyedév végére, illetve a 2014 első negyedévében a sorra kerülő hónapokban. Tehát ez egy óriási eredménye a magyar gazdaságnak, és nyilván mindazoknak a helyzetét, családoknak, közalkalmazottaknak, közmunkásoknak és a vállalkozói szférában dolgozóknak a helyzetét jelentősen könnyíti, akik többet tudnak ezek után akár hiteltörlesztése, akár fogyasztása, vagy akár éppen megtakarításra költeni, félretenni. A kereszténydemokrata néppárt pápai szervezetének megalakulása kapcsán a párt megyei elnöke
annak a reményének adott hangot, hogy hatékonyan működő szervezet jött létre. Annyit hadd mondjak a szervezettel kapcsolatban, hogy a tagjai nagyon szépen reprezentálják azt, hogy mit képes megoldani majd, hogy mire lehet hivatott a pápai szervezet, ugyanis számos oktatási szakemberen, tanáron, háziorvoson keresztül, vízmű, építésvezető, autós iskolavezető, vállalkozó, agrárszakember, tanárember, ferences, katolikus és református önkormányzati tapasztalatokkal bíró tagunk, alpolgármesterünk Vasszal településről és pénzügyi ismeretekkel és pénzügyi területen dolgozó is van, tehát egy rendkívül széles skáláról sikerült az alapító tagokat, az újjá alapító tagokat verbúválni, és ez jelzi is azt, hogy ez a szervezet hatékony, ütőképes lehet, mert annyi területen képes összegyűjteni a problémás dolgokat, képes ott a föllelhető ügyeket kezelni, segíteni a városban, és az országos politika felé is a jelzéseit leadni. A taggyűlés döntésének eredményeként a Kereszténydemokrata Néppárt pápai szervezetének elnöke Hauber Károly lett. A három tagú elnökségben Bali István, mint titkár, és Szabó Zsoltné gazdasági vezető segíti munkáját. A tagokban közös, hogy a keresztény értékeket magukénak vallják. Valamennyien hívő emberek vagyunk, akik gyakoroljuk is a vallásunkat, tehát vasárnaponként eljárunk Isten tiszteletre. Ezzel is kifejezzük azt, hogy mi a legfontosabbnak a keresztény értékek képviseletét tartjuk. És természetesen mindazokra számítunk céljaink elérésében, akik ezeket az értékeket vallják. Természetesen nem kell feltétlenül templomba járó embereknek lenniük, hiszen ezeket az értékeket az is fontosnak tarthatja, aki másként vallásos, vagy éppen nem vallásos, hiszen ne feledjük, 2000 éves értékekről van szó. Hogy azért az értékekről beszéljek, hiszen ezeknek a képviselete a legfontosabb számunkra, hadd mondjam el, hogy ezeket az értékeket természetesen képviselte és képviseli más is. Nem vitatnám el más pártól sem azt, hogy a keresztény értékeket képviseli. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok olyan egyesület, szervezet van, a keresztény értelmiségek szövetsége is például, amely ezeket az értékeket fontosnak tartja, és a közéletben kiáll mellettük, de ezeknek az értékeknek, mint legfontosabb és a Bibliára épülő, Szentírásra épülő értékeknek eddig a városban nem volt igazán erőteljes pártpolitikai képviselete, mi erre szeretnénk vállalkozni. Azért is, mert úgy érzem, hogy elég nagy zűrzavar van, sajnos nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, ami a keresztény értékeket illeti. Hogy néhányat felsoroljak közülük. A szeretet, a másik ember iránti empátia, nem gyűlölni, hanem szeretni születtünk. Ez ad az életnek értelme. Amiről a képviselő úr is beszélt, a család fontossága, a nemzet fontossága. Azt hiszem, a családon és a nemzeten e két egységen múlik majd a magyarság jövője is. A politikai életben a keresztény értékek képviseletét szövetségben gondolják, mégpedig a Fidesszel, tette hozzá Hauber Károly. Hogyan szeretnénk ezeket az értékeket képviselni? Hát mindenek előtt szövetségben másokkal. Kár lenne tagadni, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt nagyon szorosan kötődik a Fideszhez, és ezt a kötődést mi is szeretnénk a továbbiakban megtartani, sőt, erősíteni. De nem csak a Fidesszel kívánunk együttműködni, hanem minden olyan szervezettel, amelyek hasonló elveket, hasonló értékeket vallanak, mint mi. Tehát gondolok itt például azokra az egyesületekre, mint a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Kolping Család, vagy a Kalász Szövetség, de sorolhatnám még a neveket, amelyek szintén fontosak. De
ezeket az értékeket nem a pártpolitikai szinten képviselik, úgy hiszem az jó hír, hogy most egyel magasabb szintre kerül ezeknek az értékeknek a képviselete. Ugye Krisztus azt tanítja, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat, tehát nagyon fontos számunkra a politikában a szeretet, ez a szeretet viszont nem jelenti föltétlenül mindig azt, hogy megalázkodunk, hogy megalkudunk, hogy másoknak adunk igazat. Igenis a szeretet azt is jelenti, hogy a sarkunkra kell állni, és akár a harcot, a vitát is vállalva kiállni azokért az értékekért, amelyek fontosak számunkra. Ne feledjük, Krisztus nem csak a másik arcát tartotta oda, hanem a kufárokat is kiűzte a templomból. Tehát adott esetben harciasan is képesek vagyunk, vagy ha szükséges, kiállunk azok mellett, az értékek mellett, amelyek fontosak számunkra. A KDNP jelentősen megerősödött az elmúlt időkben, taglétszáma nőtt. Veszprém megyében Balatonkenesét, Ajkát és Veszprémet említette meg példaként a megyei elnök. Ajkán a városi képviselőtestületben önálló frakciót alkotnak a kereszténydemokraták. Törvény, politika, erkölcs címmel tartott előadást a Petőfi Asztal Társaság rendezvényén Tóth Zoltán választási szakértő. Bár a magyar politikai életet is tarkítják botrányok, a Baján történtek azt mutatják, az erkölcsös viselkedés része kell, hogy legyen a politizálásnak, állítja a szakértő. Mindenről a Pápavárosi Televíziónak is beszélt a vele készült riportban. Olyan rendezvényeken vállal szereplést, amelyeken az átlátható, tisztességes és szabad választásokra hívhatja fel a figyelmet, mondta a Pápavárosi Televíziónak Tóth Zoltán. A választási szakértő szereti, ha nem csak meghallgatják, hanem véleményüket is elmondják a hallgatóság soraiban ülők, vagy akár vitába szállnak vele. A Petőfi Asztal Társaság rendezvényének címe is arra a tartalomra utalt, amelyre a választási szakértő a hangsúlyt helyezi közéleti szereplésekor, politika, törvény, erkölcs. Erkölcstelenül nem lehet politizálni, vallja a szakértő. Egészen a 2014-es választásokig mindenütt el fogom mondani, a választáshoz nem csak aktivisták kellenek, nem csak elkötelezettség kell, hanem becsület, tisztesség, erkölcsös magatartás is. A szavazatokért ugyanakkor nagy a harc, mivel a pártoknak tulajdonképpen a választópolgárok egyharmadát kell megnyerniük, mondta Tóth Zoltán. A magyar társadalom általam elvégzett vizsgálat szerint három részből áll. Vannak a politikailag teljes egészében elkötelezettek, az egyik végpont, van egy másik, akiket soha nem érdekel, mert nincs meg a szükséges iskolai végzettségük, műveltségük, elesettek, a hétköznapi élet kínjait élik meg, és van egy középső harmad, ami hol elmegy szavazni, hol nem. A mai politikai verseny erről szól, erre hajt a Fidesz, ezért küzdenek a demokratikus ellenzéki pártok is, ezért az egyharmadért. A választási szakértő beszélt arról, a politikusok feladata az, hogy meghatározott társadalmi érdekeket képviseljenek, a választók erkölcsi kötelessége pedig az, hogy éljenek választójogukkal. A magyarországi választásokat szabályozó törvény változott. Tóth Zoltán szerint azonban elsősorban nem a technikai részletek az érdekesek a választópolgárok számára, hanem a politikai üzenetek tartalmának felismerése. Ajánló szelvények nem lesznek, de ajánló ívek lesznek. Nem is ezzel kell elsődlegesen tisztában lenni az embereknek, hanem hogy melyek azok a társadalmi értékek és csoportérdekek, amelyeknek keresgélik a képviselőit. Ha az emberek tisztába jönnek azzal, hogy melyik az a párt, aki az ő szájaűzük szerint hirdet átfogó társadalmi-gazdasági alternatív programot,
akkor azt ajánlják, és majd szavazzanak arra a pártra is. Én nem egy párt mellett kampányolok, nem is két párt mellett kampányolok, én a választási részvétel mellett kampányolok, mert a demokrácia ünnepén mindenkinek erkölcsi kötelessége részt venni és kinyilvánítani akaratát. A választók mérlegelnek is. A voksolás egyik mozgatórugója lehet az, hogy a parlamentben meghatározó pártok képviselői helyben is szerephez jussanak, mivel így várható felső szintű támogatás helyi ügyekhez. De kell-e így okoskodni 2014-ben? Kérdeztük Tóth Zoltánt. Természetesen kell így okoskodni, azonban ne felejtsük el, hogy azt előre nem lehet tudni, hogy ki lesz a kormánypárt. Ezért én azt javaslom minden embernek, hogy egyéni választókerületben mindenképpen egy nagy pártra szavazzon. Az országos listán szavazhat kis pártra is, mert úgy is hasznosul a szavazata. Tehát az a cél, hogy minden egyes szavazat mögött legyen egy mandátum a parlamentbe. Hogy milyen színű, ezt meg vitassák ki egymás között a jelöltek. És hogy milyen választási kampányokra lehet számítani 2014-ben? Az elmúlt időszakra visszanézve elmondható, hogy a pártok nem nélkülözték a negatív kampányelemeket. Tóth Zoltán azzal számol, hogy 2014-ben sem lesz másképp. Én úgy látom, hogy gyakorlatilag 2010-től a magyar politikát eluralta a negatív kampány. Már ilyen volt a 2010-es is, most is én erre számítok. Ez mindenképpen helytelen. A világban már elindultak azok a tendenciák, hogy a pozitív értékek mellett kell kampányolni, de ez még csak egy ilyen kis csíra. Remélem, minél előbb ez a kis csíra általános demokratikus értékkel válik. Most még a pártok erkölcstelenül kampányolnak. Az erkölcs szükségességét a politikában Tóth Zoltán nem csak szóban hirdeti, írásban is hangot adott véleményének, méghozzá könyv formájában. A Petőfi Asztal Társaság vendége is azon az állásponton van, hogy a demokratikus ellenzéknek összefogással van esélye 2014-ben a jelenleg kormányzó politikai erőkkel szemben. A hónap végén lezárul az önkéntes pont most projekt. A Civil Szerviz Közösségfejlesztők Közhasznú Egyesületének közel 2 millió forintos támogatottságú uniós projektje komoly eredményeket ért el. Erről, illetve a program tapasztalatairól is szó esett a múlt heti projektzáró rendezvényen, melyet a Pedagógus Művelődési Házban tartottak. 2012. december 1-én indult, és 2013. november 30-án zárul a TÁMOP projekt, mely az önkéntes pont most fantázia elnevezést kapta a pályázatot elkészítőktől. A megvalósítás egy esztendeje alatt eredményes munkát végeztek a projekt lebonyolítói, hiszen a program végére a vállalt 100 helyett 502 önkéntest regisztráltak Pápán és a járásban. Projektünkkel célul tűzték ki az önkéntesség szemléletének elterjesztését, presztízsének növelését. Célunk volt a felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése. De természetesen szempont volt számunkra az is, hogy minél több hátrányos helyzetű embert is bevonjunk a projektbe. És hát az önkénteseknek mit adott? Hasznosság érzését és tudatát, azt, hogy fontos vagyok, hogy számítanak rám, közösségbe kerültek. Érdekes módon a fogadó szervezetek alkalmazottai szívélyesen, segítőkészen fogadták, állásféltésről nem tudunk, nem volt erre példa. És hogyha megnézzük a projektünk adatait még, hogy mit sikerült elérni. Egyrészt nőtt az önkénteseket fogadó, felkészült szervezetek száma. 2500 önkéntes órát terveztünk a projektbe, ehelyett 6002 órát sikerült teljesítenünk. Mintegy 100 önkéntes bevonását terveztük a projektbe, a valós adat pedig 502 önkéntesről szól. És ha most megnézzük, hogy kik önkénteskedtek, melyik az a korcsoport, hát a fiatal nyugdíjasok voltak aktívak, és a középkorú generáció. Talán a fiatalok, pontosan azért, mert akkor kezdik a pályát, ha munkába vannak, a gyereknevelés, sok minden elvonja a figyelmüket. De számos tapasztalat mutatja azt is, hogy közöttük is vannak még azok, akik tudnak időt szakítani az önkéntes tevékenység.
És ha még a tapasztalatokról kell számot adnom, akkor úgy érzem, hogy az önkormányzatok is felfedezték az önkéntes tevékenység, hogy úgy mondjam, munkaerő, pótló, kiegészítő lehetőségét. Pápa teszér, egyházas kezdő és Nagy Gyimolt önkormányzata is regisztrálta az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. És azóta már ezek az önkormányzatok szintén fogadtak önkénteseket. És hogy milyen területekre tudtunk önkénteseket kiközvetíteni. Tulajdonképpen, ha most megnézzük, a fogadó szervezetek elsősorban azokra a területekre vártak önkénteseket, amit nem tudtak saját munkaerővel megoldani, hiátusra. Hiátusuk volt ebben. Gondolok itt park gondozás, környezet szépítése, a szociális otthonban az idősekkel való foglalkozás, felolvasás, templomba kísérés, vagy esetleg az idős gondozása, vagy egyszerűen beszélgetni, szociális igényüket kielégíteni. A tanintézetekben például a Balla Róbert téri iskola, amely azóta már Vajda Márta nevét viseli, ez az iskola például évek óta nem tudott portai szolgálatra alkalmazni embert, így önkéntessel tudta megoldani ezt a feladatot. De volt arra is precedens, hogy egy álláskereső pedagógus a sajátos nevelés igénylő gyerekek felügyeletét ellátta. De mondhatnám azt is, hogy a hátrány, az úgynevezett sérült gyermekek felügyelete, a velük való foglalkozás is egy elfogadott önkéntes tevékenységnek számít. És hát az állatkedvelők, az állatbarátok a város állatmenhelyein állatok etetésével, gondozásával töltötték önkéntes óráikat. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon nagy értékek születtek a projektben, rengeteg önkéntessel sikerült szoros kapcsolatba lépnünk, akik nagy öröm jöttek az önkéntes akciókra, nagy örömmel segítettek, és velük szeretnénk a későbbiekben is együtt dolgozni. Dr. Áldozó Tamás polgármester gratulálta a program lebonyolítóinak, illetve résztvevőinek, és úgy fogalmazott, Pápán számtalan lehetőség adódik arra, hogy önkéntes munkát végezzünk. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a köz számára fontos, és a köz számára hoz eredményeket és teremti értékeket, hanem azok számára is, akik önkéntesként dolgoznak, hisz olyan élményben lehet részük, amit más úton, módon aligha tudnának megszerezni, sikerélményben lehet részük, megélhetik azt, hogy ő rájuk folyamatosan szükség van. A projektzáró rendezvényen beszámoltak élményeikről és tapasztalataikról az önkénteseket fogadó szervezetek képviselői, és maguk az önkéntes személyek is. Én, mint önkéntes, részt vettem a könyvtárnak a könyveinek az elköltöztetésében, a fúvós zenekar kottatárának rendbetételében, és nagyon sok egyéb helyen, mint önkéntes részt vettem a múzeumban, a Kékfestő Múzeumban vezettem tárlatot. A rendezvényre az önkéntes.most programban résztvevő intézményeket, szervezeteket és az önkéntes munkába bekapcsolódókat hívták meg. A projekt ugyan lezárult, de 5 év fenntartási időszakkal rendelkezik. A program keretében létrehozott önkéntes iroda a tervek szerint a JMSK épületében fog tovább működni, tudtuk meg a projektzárón. ...1999 óta ünneplik hazánkban november 12-én a Szociális Munka Napját. Ez a nap a szociális és gyermekvédelemben dolgozókról szól, és az ő munkájukért mond köszönetet. Pápavárosában is hosszú ideje megemlékeznek a Szociális Munka Napjáról. Az Egyesített Szociális Intézményben múlt pénteken tartottak kihelyezett ünnepi munkaértekezletet a jeles nap alkalmából. A Nátus Konyha éttermében tartott rendezvényen részt vett dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Unger Tamás alpolgármester. A kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek, eldobni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot. Ezzel az idézettel kezdte ünnepi köszöntőjét Kovács Zoltán névezető családgondozó az ESZI kihelyezett munkaértekezletén.
Mint mondta, a szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodott, gondoskodik az elesettekről, szegényekről, rászorulókról. Hitvallásukként Avinói Szent Tamás intelmeit idézte. Az éhezőknek ételt adni, a szomjadóknak italt adni, a szegényeket ruházni, a kitasoknak szállást adni, a betegeket és a börtönben lévőket látogatni, a halottakat eltemetni, a bűnösöket megíteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békében tűzni, az ellenünk vélkezőknek megbocsátani, az élőkért és a holtakért imádkozni. A szociális munkát végzők hivatása, hogy a felmerülő egyedi, bonyolult, sok tényező közrejátszásából kialakult, bizonytalan, gyakran értékdilemmákat jelentő helyzeteket kezeljenek előítéletmentesen, fogalmazta meg. E nehéz feladat idén elvégzett tevékenységeit összegezte beszámolójában Szalainé Tihanyi Andrea, az intézmény vezetője. Intézmény 2012-ben az Európai Szociális Alaphoz hajléktalanságok korszerűsítését bővítésre Páka Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményéhez című pályázatot nyújtott el, melyen 2013. májusában közel 91 millió forintot nyert. Projekt célja, hogy a hajléktalan személyek átmenetes tárláson ellátási tevékenységek korszerűsítése, az ellátás szakmai, technikai hátterének javítása valósuljon meg. A szálló létszámának bővítésével az időszakos hajléktalan ellátás megszüntetése, hiszen a kialakításra kerülő intézmény helyet egyedülre biztosítani azok számára is, akiket az ellátási formát csak időszakosan megszüntetnek. A bentlakásos elhelyezést nyújtó idősellátásban nem történt változás az idei évben, az ellátás infrastruktúrális biztonságát pedig több kisebb beruházás javította. A fogyatékosok nappali intézménye 20 fővel működik, számukra nagyon sok programot biztosítottak az év során. Az intézményvezető szólt az étkeztetésben és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban történt változásokról, a támogató szolgáltatás működéséről és a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén végzett munkáról. A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatás 2008. augusztus 1-től integráltan működik a gondozási központ vezetőinek közvetlen irányításával. 2010. júliusától a barátok a 11 nap alatti új épületben minden követelményeknek megfelelő akadálymentes környezetben fogadják a szolgáltatást igénybe vevő személyeket, családokat. Családgondozó munkája más területen dolgozó kollégák számára szinte láthatatlan, pedig nap mint nap kilátástalan emberi sorsokkal, krízis helyzetben lévő családokkal, gyermekekkel, mindig újabb kihalásokkal kell szembenézniük. Az intézmény legfiatalabb kollektívája az övé, az átlag életkorú 37 év. Az ESZI több segélyszervezet adományát juttatta el a rászorulókhoz idén is, a partnervárosok pedig nagy mértékben segítik az ellátás színvonalának javítását adományaikkal. A Magyar Okumenikus Segélyszervezet és a Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével az Európai Élelmiszer Segélyprogram keretében minden évben élelmiszer segélyt el városunkba. Az akció keretében október végéig 3 alkalommal összesen több mint 37 ezer kiló élelmiszer érkezett, és ez 6169 napnak került az által a kiosztásra. Az októberi élelmiszer segély osztás országos figyelmet kapott. Az osztásról részt vett Tehen László, segélyszervezet elnökigazgatója. A helyi médián kívül az országos televízió és újságok is tudósítottak a programról. Csomagolások és pusztások alkalmával az intézmény dolgozóin kívül évek óta egyre magasabb számmal segítik munkájukat az önkéntesek. Október hónapban a Stettingeri Vöröskeresztű hadományjal, babakocsival, gyermekkuléssel, gyógyászati segédeszközökkel támogatta a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásához készített részletes beszámolót az idei évben képviselőtestület májusi ülésén fogadta el.
Szalainé Tihanyi Andrea szólt az intézményben végzett hatósági ellenőrzések pozitív értékeléseiről, az önkéntes projektekbe való sikeres bekapcsolódásról, a szakmai továbbképzésekről és a gyakorlati képzőhely státuszról. Beszámolója végén valamennyi kollégájának köszönetet mondott áldozatos munkájáért, majd az idén nyugdíjba vonuló munkatársakat köszöntötte. A kihelyezett munkaértekezleten elismeréseket is átadott az intézmény vezetője. 9 főt 25 és 30 éves közalkalmazotti jogviszony alkalmából jutalmazott. Kisné Marton Bernadett vezetőápoló pedig igazgatói dicséretben részesült, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként. Az ESZI dolgozóit dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is köszöntötte, s mint volt polgármester mondott köszönetet egykori munkatársainak. Beszédében a pápai szociális ellátórendszer jelenlegi állapotának létrejöttét idézte fel. Vagyunk olyan viszonylag jó néhányunkkal önök közül, akikkel végigküzdöttük az elmúlt két évtizedet, amikor csak két telephelyen voltunk, aztán jöttek hozzá az emelszintű szociális otthonok, aztán jött hozzá még további fejlesztés, akár a Barátszát nézem, akár más telephelyet, és majd gyakorlatilag betöltjük ezt a termet. Tehát nem egyrésztől munkahelyet teremtettünk, másrészt pedig olyan módon szélesítettük ki a szociális ellátó rendszert Váci városában, sok megyei jóvárosban sincs ilyen. A képviselő jó egészséget és hivatástudattal átszőtt, sikerekben gazdag munkát kívánt az ESZI dolgozóinak. Az ünnepi rendezvény vacsorával folytatódott, és zenés mulatsággal ért véget. Az előző tanévben néhány megyében már kísérleti jelleggel megszervezte az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Suli Moped programot, idén pedig minden megyére kiterjesztve indították el a kezdeményezést. Veszprém megyében a Pápai Tankerület kapta a lehetőséget, hogy 30 diák ingyen a rendőrség finanszírozásában juthasson segédmotoros gépjárművezetői engedélyhez. A programra jelentkező közel 70 diák múlt szombaton előválogató közlekedési vetélkedőn vett részt, közülük a legjobb 30 tanuló a tanév végére megszerezheti a jogosítványt. Az előválogató versenynek a Tür gimnázium adott otthont. Szombaton délelőtt itt jöttek össze a Pápai Tankerület iskoláinak azon diákjai, akik részt kívánnak venni a programban. Tavaly még kísérletszerűen néhány megyében valósult meg a program, idén viszont minden megye lehetőséget kapott arra, hogy 30 kisdiák a projekt végén rendőrség finanszírozásában vezetői engedélyhez jusson, méghozzá 50 köbcentis segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító engedélyhez. Egy megye kapott 30 diáknyi keretet, ami azt jelenti, hogy ki kellett választani itt Veszprém megyében is egy térséget. Lehetett volna az egész megyére vonatkozóan, de azért ennek a megszervezése, lebonyolítása nehézségekbe ütközik, ezért pápát érte az a megtiszteltetés, hogy a pápai járásban levő általános iskolák, méghozzá a pápai tankerülethez tartozó általános iskolákba járó gyerekek nevezhettek erre a versenyre, illetve bevettük a programba a Devecseri Gárdonyi Géza általános iskolát is, hiszen az iskola közel van, és oda nagyon sok halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is jár. Őket sem akarta a Veszprém megyei Balesetmegelőzési Bizottság ebből a nagyszerű kezdeményezésből kirekeszteni. A Suli Moped program előválogatójának megrendezésében nagy segítséget nyújtott a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ Pápai Tankerülete. Ők tartották a kapcsolatot az iskolák és a szervezők között. Megadták részünkre a jelentkező gyermekek nevét, elérhetőségét, adatait, hiszen minden gyermeknél, amellett, hogy a gyermek önkéntes jelentkezése volt az alap, szükséges volt egy szülői nyilatkozatot is beszerezni, illetőleg egy pedagógiai véleményt is, valamint az előválogatót is meg kellett tartanunk, hiszen a 30 diáknál lényegesen több kisgyermek szeretett volna ezzel az ingyenes lehetőséggel élni, közel 70-en jelentkeztek 10 általános iskolából, illetve a Devecseri általános iskola is ehhez a 10 iskolához hozzáadódik.
Az előválogató vetélkedő célja az volt, hogy kiválasszák a jelentkezők közül azt a 30 plusz 5 diákot, akik vélhetően sikeresen elvégzik a tanfolyamot. Ki szerettük volna választani azokat a gyermekeket, akiknél nagy esély van arra, hogy a KRESZ tanfolyamot jó eredménnyel elvégzik, sikeres elméleti vizsgát tesznek, és így megkezdhetik a gyakorlati képzést. De ahhoz, hogy a gyakorlati képzésen is sikeresen álljanak helyt, azt is ki kellett választanunk, hogy melyik gyermek az, akinek az egyensúly érzéke megfelelő ahhoz, hogy egy segédmotorkerékpárra felüljön, és azzal majd közlekedjen a városi forgalomban. Így a kreszteszt mellett a gyermekeknek egy kerékpáros akadálypályán is végig kellett haladniuk. A kresztesztlapot a Nemzeti Közlekedési Hatóság állította össze, és 25 gyalogos és kerékpáros közlekedésre vonatkozó kérdést tett fel benne. Kizárólag kerékpáros és gyalogos ismeretekre vonatkoztak a kérdések, ismerniük kellett nagyon sok közlekedési táblát, azok jelentését, elsőbségi helyzetekről kellett dönteni, kerékpárosokra vonatkozó sebességeket kellett ismerniük, és főként a kerékpárútra vonatkozó szabályokat kellett tudniuk. Az ügyességi pályán elsősorban a gyerekek egyensúlyérzékét, biztos kerékpár használatát nézték a lebonyolításban közreműködő Veszprém megyei rendőrfőkapitánysághoz tartozó rendőrök. Laki Dominika Lovászpatonán él, és a Türk gimnázium tanulója. A vetélkedőre határozott céllal érkezett. A falutól messze lakunk, és nem szeretném, hogyha mondjuk később, hogyha anyuiknak kéne fuvaroznia, és úgy gondoltam, jól jöhet egy motoros jogosítvány, mert azt jelenti az, hogy megbízható vagyok, és ilyen nagy dolgot a kezembe tudnak adni. Mi mindent kellett itt ezen a mai vetélkedőn vagy feladatsoron elvégezni? Hát először ki kellett tölteni egy tesztet, ami ahhoz képest nehéz volt, főleg mert ugye ilyen hivatalosan fogalmaztak meg, ezen a pályán kellett végigmenni egy biciklivel. A tesztkérdések közül tudnál mondani néhányat? Gyalogosoknak mikor kell mellényt viselniük, hogy mennyi a maximális sebessége egy járdán haladó biciklisnek, hogy úttesten milyen jelöléssel hogyan lehet haladni, táblákat kellett felismerni, meg voltak különböző szituációk, hogyha mondjuk jelzőlámpa van, ami piros, de ott áll egy rendőr, aki mutatja a haladást, lehet haladni, akkor meg kell leállni, vagy nem. És ilyesmik voltak. Azt mondtad, hogy a teszt az viszonylag nehéz volt. Itt ez a kerékpáros ügyességi pálya, ez mennyire volt nehéz? Hát viszonylag nehéz volt, főleg a 8-as, mert hát igazából kicsi a hely. Meg a lécek között is nehéz áthaladni, mert tényleg csak egy 10-15 centi távolság van két léc között. Az előválogató eredményének összesítése után hamarosan a legjobban teljesítő 30 plusz 5 diák megkezdi az elméleti felkészülést. A képzőszerv kiválasztása még folyamatban van, Pápán lesz a képzés is, és az eredményes tesztírás után, tehát az elméleti vizsga után pedig 30 kisgyerek vehet részt a gyakorlati képzésben, és várhatóan a tanév végére lezárul a projekt, és egy ünnepélyes tanév záró keretében reméljük, hogy 30 kisdiák vehet át kerékpáros segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító vezetői engedélyt. A suli moped programot a rendőrség finanszírozza. A jogosítvány megszerzése sikeres vizsgák esetén a diákoknak teljesen ingyenes. Két héttel ezelőtt tartott a projektindító workshopját a Veszprém megyei igazságügyi szolgálat és a megvalósításban közreműködő Vista Verde oktatóközpont, az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével című Európai Uniós projekt keretén belül megvalósítandó mediációs programnak. A szakemberek azóta megkezdték a projektelem gyakorlati megvalósítását is. November 11-én iskolai nagyműhelyt tartottak a projektbe bevont Acsádi Ignác szakképzőiskolában. A mediációs program Pápán, Pápateszéren, Hajmáskéren és Ajkán zajlik, és két oktatási intézményt is bekapcsoltak a programba.
Ezek egyike az Acsádi Ignác szakképzőiskola. Ebben a térségben a statisztikák alapján is kiemelkedően magas volt a bűnelkövetések, bűncselekmények száma, és a megelőzést szeretnénk elkezdeni minél fiatalabb korban, tehát már az iskolások bevonásával egy olyan nevelési módszert bevinni az iskolai életbe is, ami aztán majd nagyon hasznos lehet, akár a mindennapi életben, akár az embernek a munkája során. Az iskola igazgató helyettese úgy véli, nem lehet kellemetlen az alternatív konfliktus kezelő programban való részvétel, hiszen az nem segít, ha az intézmény homokba dugja a fejét és nem veszi észre a problémákat. Azon múlik a dolog, hogy felvállaljuk-e ezt a dolgot, vagy nem vállaljuk fel. Nem hiszem, hogy egy ilyen strucc politika nagyon sokat segítene rajtunk, illetve a tanulóinkon, hogy nem vesszük észre azt, ami nyilvánvaló minden nap. Tehát úgy gondolom, hogy a dolgokat kezelni kell, megpróbálni, megkeresni rá a megoldásokat, akkor is, ha már a sokadik próbálkozást tesszük rá. Az agresszió, a konfliktusok tekintetében az iskola mennyire érintett, mi mondható el? Annyi elmondható, hogy akik ide járnak, azok eléggé problémás gyerekek, tehát a nagy gyerekek egy része problémás. Olyan a családi hátterük, hogy nincsen apa minta, esetleg nincsen család minta, tehát olyan gyökérteleneknek nevezhető gyerekek jönnek ide, akik sok mindent itt tanulhatnának meg. Nagy az ellenállás bennük, de hát azért megpróbálkozunk velük nyilván, hogy tudjunk egy kicsit szót érteni. A mediáció a konfliktus kezelésnek egy alternatív, agressziómentes formája. Ezzel ismerkedtek meg az iskolai nagyműhely keretében a pedagógusok, szakoktatók, diákok. Nagyon szeretnénk, hogyha az iskolások, a pedagógusok, illetve a nevelők körében is ismertebbé válna ez a módszer. Tehát egyrészt szeretnénk ilyen formában közvetlenül tájékoztatni őket arról, hogy mit is jelent a mediáció, milyen megoldási lehetőségek vannak egy adott konfliktus helyzetben. És azáltal, hogy megismerik ezt a módszert, mi bízunk benne, hogy nyitottabbak is lesznek erre, hiszen a pályázati program ugye lehetővé teszi azt, hogy itt az intézményből több pedagógus maga is részt vehessen a mediátor képzéseken. Illetve egy nagyon jó lehetőségnek tartom azt is, hogy valós esetekben mediálhatunk, tehát tényleg egy olyan terepmunkára ad lehetőséget a pályázat, amelynek a keretein belül valódi konfliktusban álló felek között tudunk békéltetni. A rendezvényen a jelenlévőket a beszélgetésbe bevonva ismertették a szakemberek a mediáció módszerét és működési elvét. Egy előadással indítunk, ennek az a célja, hogy tényleg tájékoztatást kapjanak arról, hogy mi is a mediáció, milyen lehetőségek vannak ennek az alkalmazására, milyen területeken találkozhatnak mediációval. Mai program további részeiben pedig szeretnénk valódi eseteket behozni már, tehát szeretnénk megismerni a diákok konfliktusait, úgy a tanárdiák konfliktusokat, mint a diákok között felmerülő, sőt, akár a pedagógusok munkája során két pedagógus között felmerülő konfliktus helyzeteket is megismerni, illetve megoldást kínálni ezekre a problémákra. A mediáció nem csodaszer, ismerte el a szakember, de számos konfliktusos helyzet feloldására alkalmas. Azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetben hasznos segítséget tud ez nyújtani. Nem egy varázsszerről beszélünk, ami minden konfliktus helyzetben képes működni, hiszen tényleg vannak azok a konfliktusok. Itt elsősorban azokról az érték konfliktusokról beszélek, amelyeknek már sokkal mélyebb a gyökre annál, mint sem, hogy egy mediátor hatékonyan tudjon működni, de a konfliktusok többsége azt gondolom, hogy mégis a kommunikáció zavarán múlik. És ezekben a helyzetekben például tényleg egy kiváló megoldást tud nyújtani a mediáció. Az áldozatvédelmi projekt mediációs programja november 25-én lakossági kerekasztallal folytatódik, melyre minden érdeklődött várnak a projekt végrehajtói.
Nyílt napot tartottak múlt hétfőn a Petőfi Sándor gimnáziumban. A délelőtti tanórák idejére várták az intézménybe az iskolaválasztás előtt álló nyolcadikosokat, délután pedig olyan pályaválasztási programot rendeztek, melyre a szülőket is meghívták. Most erről láthatnak egy összeállítást, tartsanak velünk! A beiskolázási időszak közepén jár a Petőfi Gimnázium, jó pár programon túl vannak már, mondta Huszár Endre igazgató. Céljuk, hogy minél több általános iskolás megismerje a Petőfit és az ott folyó munkát. Hirdettük a tagozatainkat, hivatalosan megjelentettük, honlapunkra feltettük, nagyon sok hirdetést adtunk föl, hogy minél szélesebb körben tudjuk tájékoztatni a gyerekeket. Részt vettünk már két megyei pályaválasztási napon, Veszprémben és Pápán itt épp a múlt héten. Ma pedig valóban egy nyílt napunk és egy pályaválasztási napunk van egyben. A nyílt nappal tulajdonképpen kettős célt próbálunk elérni. Az egyik az, hogy megmutassuk, milyen képzéseink vannak, tehát mi az, ami város középiskoláitól megkülönböztet bennünket. A pályaválasztási tájékoztató, ami délután 5 órakor lesz, egy más műfaj. Itt az aulában én tartok tájékoztatást. Ez általában családiasabb, tehát sokkal több szülő jön, legtöbb diák szülővel érkezik ide, és kicsit nyugodtabb körülmények között, de egy kicsit talán sterilebben tudjuk bemutatni az iskolát. Megtekintünk egy pályaválasztási kis filmet, utána pedig vetített képes előadásban beszélek a tagozatokról. Elsősorban azt emelve ki, hogy kinek ajánljuk, hiszen ez a legfontosabb megint a hitelesség érdekében. Utána arról beszélek, hogy mik a felvételi követelmények, illetve hát hétköznapi dolgokról is, tehát hogy hogyan zajlik egy év a Petőfiben tanítási órák után, mi mindenben vehetnek részt a gyerekek. Bemutató órákon tájékozódhattak a nyolcadikosok arról, hogy hogyan is zajlik a tanulmányi munka az iskolában. Az általános iskolások sok tanórára bemehettek délelőtt. Nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy bemutatóráink nem kirakatórák, tehát hiteles tájékoztatást szeretnénk adni, hiszen az senkinek nem jó, ha később felvétel után derül ki, hogy nem elégedett a szülő vagy a diák, vagy nem bírja a követelményeket, és emiatt távoznia kell. Tehát mindenképpen próbálunk egy reális, hiteles képet adni. Az első tanítási órában maguk a petőfisek mutatták be iskolájukat a nyolcadikosoknak. A Diák Önkormányzat szervezésében zajlott ez a program rész. Nagyon örültünk neki, mikor igazgató úr megbízott bennünket, hogy idén imáron harmadszor megrendezhessük az első órát. Elsősorban bevezetőt tartottunk iskolánk történetéről, szimbólumairól, hagyományairól, majd a képzésekről beszéltünk, illetve a jutalomkirándulásokról és a szabadidős foglalkozásokról. Mennyi érdeklődő volt az általános iskolákból, hogy láttad? Úgy láttam, nagyon sokan, sőt, idén voltak talán a legtöbben, pedig már 5 éve itt vagyok, de most tapasztaltam először, hogy ilyen sokan érkeztek. S hogy miért is jó Petőfisnek lenni? Leginkább a közösség miatt, de rengeteg oka van ennek. Nagyon szeretem a tanárokat, szerintem a magas színvonalú képzés folyik iskolánkban, és nagyon sok jó barátra leltem itt, és szeretem a közösséget, mindig jó hangulat van. Nagyon jó Petőfisnek lenni. Elsősorban a nyelv, ami nagyon jó iskolánkban, tehát erőssége, a két tannyelvű szakon elsősorban. Én is két tannyelvű tagozatra járok, immáron végzős tanuló vagyok, és nem bántam meg azt, hogy erre a tagozatra jöttem, hiszen lehetőségem nyílik nyelvvizsga letételére, illetve tanulhatok második nyelvet is, ami nagyon kevés gimnáziumban adatik meg, és főleg az, hogy nyelvi lektorok oktatnak minket, ami szerintem egy előny, hiszen a későbbiekben sokkal könnyebben tudunk majd alkalmazkodni idegen országokba. Számtalan délutáni rendezvények vannak, ilyen például a Szecska nap, amit idén rendeztek meg először, valamint rengeteg programunk van, ahol az iskola együtt tud lenni. A következő tanévre ugyanazokat a tagozatokat hirdeti meg a Petőfi, mint tavaly. Indul az iskolában egy általános tantervű és egy magyar-angol két tannyelvű osztály, illetve egy olyan, amelynek egyik fele német, másik fele természettudományos képzést kap emelt szinten, adott tájékoztatást az igazgató. Országosan meghirdetett rajzpályázatot nyert az Erkel iskola 4. Z osztálya. Az első helyezésért járó jutalmat múlt héten vehették át a gyerekek a pályázat meghirdetőjétől osztályünnepség keretében. A díjátadóról most következik egy rövidebb összeállítás. Nézzenek bennünket!
Az egyik közösségi portálon jelent meg a pályázat, mely azt kérte a gyerekektől, hogy valamilyen formában dolgozzák fel az egyik kötelező olvasmányukat. Az erkeles kisdiákok Bálint Ágnes Labdarózsa című művéhez készítettek illusztrációt, ezzel szereztek első helyezést a versenyben. Egy internetes portálon találtunk erre a felhívásra, rajzpályázat volt, és azért gondoltam, mert az osztályban van nagyon sok jó rajzos és kreatív gyerek, így született meg közösen a gyerekekkel az az elhatározás, hogy elindulunk ezen a rajzpályázaton. Sok könyvből válogattunk, és végül is Bálint Ágnes Labdarózsájára esett a választásunk. Elolvasták a gyerekek, illetve közösen elolvastuk a könyvet, összedugtuk a buksinkat, és megbeszéltük, hogy milyen technikával, hogyan fogunk dolgozni. Többféle technikát felsorakoztattunk, részben rajzoltunk, részben festettünk, de igénybe vettük a quilling technikát is, aztán ragasztottunk filcvirágot, sőt még igazi hálót is a kutyusnak. A gyerekek jutalmul úgynevezett labbookot kaptak a verseny meghirdetőjétől, de vajon mi is az a labbook? A labbookot amerikai honlapokon fedeztem föl, és ez tulajdonképpen egy kartonmappa, amit a gyerekek töltenek meg színes tudásanyaggal abban a témakörben, amiben a feldolgozás történik. Ez nagyon széleskörű, labbook készülhet bármelyik tantárgy, bármelyik témaköréből. Hát most itt a kötelező olvasmányokra helyeztem a hangsúlyt, mert azt tapasztaltam, hogy itt különösen hatékony módszer. Nagyon keveset olvasnak a gyerekeink, és főleg a klasszikus művek feldolgozása az, ami nagy nehézséget okoz a gyerekeknek, a tanítónéniknek pedig, hogy emészthetővé tegyék ezeket az olvasmányokat, és izgalmassá. Ez azért is nagyon hatékony tanulási eszköz, mert a gyerekeket a tevékeny tanulásra ösztönzi, tehát vágnak, ragasztanak, hajtogatnak, színeznek közben, aminek pedig van egy olyan transfer hatása, hogy nagyon sok olyan képességet fejleszt, amire később lesz majd igazán szükségük. Ebben a tanévben a két lotti lesz a negyedik Z-osztály egyik kötelező olvasmánya, ezért is kaptak két lottis labbookokat az első helyezésért. Részén nekünk is van egy iker kisgyerekünk részben, meg azt hiszem, hogy ez a regény még ma is aktuális. Ugye a gyermeki szívnek az igaz szeretete, az őszinte szeretete, meg a soha nem adom fel, hogy össze tudjam hozni a szétszakadt családot, azt hiszem, hogy ez ma is aktuális. A kis ünnepségen nem véletlenül ikrekkel kapcsolatos verseket szavaltak a gyerekek, és elénekeltek egy olyan dalt is, melynek zenéjét tanítónéniük Lívi néni szerezte. Az előadás után az újdonságnak számító ajándék munkakönyvecskéket kíváncsian lapozgatták az erkeles kisdiákok.